Kétnapos uniós csúcstalálkozó kezdődött Brüsszelben. A csütörtöki és pénteki csúcstalálkozón az egyik fő téma Ukrajna helyzete lesz, de az uniót érintő gazdasági kérdésekről is szó lesz. Orbán Viktor miniszterelnök ezzel kapcsolatban még a hét elején kiemelte, Magyarország a béketáborhoz tartozik, ezért a háború kapcsán továbbra is az azonnali tűzszünetet és a béketárgyalások megkezdését szorgalmazza. Noémi. Köszönöm szépen Földi László titkosszolgálati szakértővel, az Információs Hivatal egykori műveleti igazgatójával beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! No, hát mindent látunk jelenleg, csak a békéhez való közeledést nem. Ugye a legfrissebb hír az, hogy Nagy-Britannia belengedte, hogy nukleáris komponensú fegyvereket telepítene Ukrajnába. Most ez az, ami lázban tartotta a politikai közbeszédet is, és a közvéleményt is. Kicsit tegyük tisztába, hogy milyen következményekkel járna egyáltalán egy ilyen forgatókönyv, és hát milyen típusú fegyverekről van szó egyáltalán, mert talán nem mindenki tudja, hogy mik is pontosan ezek. Én azt gondolom, hogy mielőtt erre konkrétan válaszolnék, azért egy képet vetítsünk magunk elé. Ez a kép pedig arról szól, hogy ha egy lőfegyverben lőszert teszek, éles lőszert, és a fegyvert az emberre fogom, majd az elsütő billentyűt meghúzom, akkor az ember meghal. Tehát minden egyes lőszer potenciális halált jelent. Különösen olyan helyzetekben, amikor fegyveres konfliktusról beszélünk. Tehát az, hogy ezen belül egyébként nukleáris értékű, mondjuk lebutított, ami persze ebben a fogalmi rendszerben elképzelhetetlen, lőszereket használunk, vagy hagyományos lőfegyverhez használatos lőszert, teljesen mindegy, hogyha a célunk az ember elpusztítása. És aki erre törekszik, legyen az Nagy-Britannia, vagy Brüsszel, vagy bárki más, akkor fogalmazok meg, hogy ők nem politikusok, hanem gyilkosok. Mert a gyilkosságra felbújtás is bűncselekmény véleményem szerint, és nem a véleményem szerint, tehát a törvény. Tehát ebből az alapállásból én azt gondolom, hogy azok a fajta tendenciák, amelyek arra vonatkoznak, és itt a konkrét kérdésre visszautalva, hogy eszkalálni próbálják tulajdonképpen a helyzetet egyszerűen azért, mert látható módon hagyományos fegyverekkel nem lehet elérni sem a győzelmet, pláne nem a békét, ezért megpróbálják fokozni ennek az értékarányát mondjuk hadászati szempontból, és olyan fegyverek irányába lépnek, amelyek nem csak arról szólnak gyakorlatilag, hogy helyi szinten, ott a konfliktus Kelet-Ukrajna területén, melyik fél tud előnyt kicsikarni ebben a fegyveres összetűzésben, hanem gyakorlatilag egy stratégiai kihívást is jelent innentől kezdve, hiszen ezek a fegyverek nagy távolságokat képesek átlőni, hogy ilyen egyszerűen fogalmazunk, és hogyha az oroszok ezt úgy értékelik, hogy itt nem csak arról van szó, hogy valaki hadianyagot szállított a velük szemben álló fél számára, hanem gyakorlatilag provokálni akarja az orosz területeken való ellencsapásokat, akkor azt gondolom, hogy eszkalálódni fog a háború. Ja, Vlagyimir Putyin orosz elnök egyből be is jelentette, hogy amennyiben ez megtörténik, akkor Oroszország válasz lépéseket helyez kilátásba. Milyen válasz lehet egy ilyen lépésre? Ugye azt attól lógnám magunkat, hogy itt világháborút mondjuk úgy modellezzünk ezzel a mondaton keresztül. De mondjuk a szemet szemért elv alapján akár Oroszország is bevethet hasonló fegyvereket. Igen, de én azt gondolom, hogy az a korszak a történelemben elmúlt, tehát egy picit bonyolultabb az élet szerencsére. És én úgy gondolom, hogy Oroszország nem tudja és nem képes, főleg gazdasági okok miatt eszkalálni a háborút egyéb harcászati területeken. Tehát azok a félelmek egyébként, amelyek az elmúlt egy évben folyamatosan jelen voltak, hogy ez a támadás orosz részről nem áll meg Kelet-Ukrajnában, hanem akár Lengyelországra, Baltikumra, vagy uram bocsán, Finnország irányába tolódik, ez képtelenség, pláne nem érhető el Nagy-Britannia ilyen értelemben. Tehát én azt gondolom, hogy az orosz válasz az nem feltétlen katonai értelmű válasz, hanem ugye most ugye a kínai találkozó Oroszországban, a BRICS növekedése orosz vezérlettel is itt tovább, jelenthet egy olyan fajta stratégiai lépést orosz részről, amelyik mondjuk a nyugati vagy a Nagy-Britán érdekeket sérti gazdasági szempontból. Tehát én nem látom annak a potenciális lehetőségét, vagy mondjuk veszélyét, hogy így fogalmazunk,
hogy Oroszország mondjuk csapást kíván mérni Nagy-Britannia irányába, amennyiben ezek a bizonyos fegyverek vagy lőszerek megjelennek Ukrajnában. Említette az orosz-kínai találkozót, ott ugye az orosz elnök megállapodott Kínával egy 12 pontos békepárti javaslatban. Ugye érkezett erre egy reakció a Fehérháztól. Azt mondták, hogy ők nem akarnak fegyverszünetet, és jelen pillanatban nem akarják a békét, mert az Vlagyimir Putyin állásait erősíteni. Hogyan lehet értékelni egy ilyen kijelentést, és egyáltalán miért nem akarja az Egyesült Államok, hogy fegyverszünet legyen? Hát, ha csúnyán fogalmazok, azért, mert gyilkolni akar. Ha kicsit diplomatikusabban fogalmazok, akkor gyakorlatilag az Egyesült Államok szempontjából két dolog nagyon fontos. Egyrészt a saját gazdasága a hadiparra épül, mint tudjuk. Tehát számára létkérdés, hogy katonai konfliktusok legyenek a világban, mert akkor tudja bizonyítani annak a feltételrendszerét, hogy fegyvereket kell gyártani, amelyeket el kell adni, és ebből van bevétel. Ez az egyik irány. A másik, ugye az egész konfliktus hátterében, amely már 2014-ben indul, és nem tavaly februárban, egyértelműen Oroszországgal szembeni stratégiai elképzelés jelenik meg, mégpedig az, hogy egyrészt elszakítani Európától, még pontosabban Európát ketté szakítani, egész pontosan, hiszen hogyha Oroszország elfordul Európától, kényszerítik, hogy forduljon, akkor az európai olcsó energiát kerül veszélybe. És ugye látjuk ma már, hogy mit jelent drágán venni a energiát, például a mezőgazdaság és egyéb területeken is ez érződik, ugye a műtrágya és egyéb dolgokban. Tehát Amerikának a célja nem csupán Oroszország visszaszorítása, a nagyhatalmi státuszának a megkérdőjelezése ilyen módon, hanem Európa gyengítése, amely a saját erejét tudja növelni a világban. Mindeközben az Európai Unió ugye határozta, hogy milliós darabszámot tekintve milliós nagyságrendben fog majd lőszert, vagy szeretne lőszert szállítani Ukrajnának. Ugye ez a tagországok tartalékait is érinteni. Van erre egyáltalán kapacitás? És egyébként Magyarország milyen pozíciót foglalhat el ebben a kérdésben? Ugye Szijjártó Péter fogalmazott úgy, hogy Magyarország nem szállít lőszert, de nem akadályoz másokat abban, ha ezt szeretné megtenni. Hát az, hogy nem szállít, az a normális megoldás, mindenkinek ezt kellene tenni, hiszen ha nincs lőszer, vagy az előbb beszélgettünk erről, akkor nem lehet folytatni a konfliktus, akkor le kell ülni tárgyalni, és egyedül a tárgyalás az, amely meg tud oldani problémákat. A lőszer, a fegyverek csak eszkalálni tudnak, és gyilkolni tudnak. Tehát nem tudok mást mondani, mint megismételni azt a mondatot, miszerint aki ma fegyvereket, lőszert, vagy bármilyen formában a területre szállít, az gyakorlatilag erőlteti az emberek gyilkolását, és ebből a szempontból mindegy, hogy Moszkva lő, mondjuk ilyen értelemben, vagy az odaszállított NATO fegyverek oltanak életet. Tehát én úgy gondolom, hogy a magyar politikának rendkívül fontos az a mondata, miszerint nem, hogy nem akarunk belekeveredni, hanem fölhívja a világ figyelmét, főleg európai döntéshozók figyelmét arra, hogy egyetlen út van a tárgyalás, amelynek az eleje a tűzszünet. A tűzszünet feltétele, hogy nem lövünk. Nem tudunk lőni akkor, ha nincs lőszer. Földi Lászlónak nagyon szépen köszönjük, hogy a vendégünk volt. Kérem.